Köszöntöm Önöket! Kulturális magazinunk mai adásában lesz szó a Csingahegyi alkotók kiállításáról, egy zalakarosi könyvbemutatóról. Elutazunk a jazz világába is, azt is megtudhatják, milyen eseményeket kínál az idei tavaszi művészeti fesztivál. Tartsanak velünk! Népviselet, fafaragás, bőrműves termékek, hímzések. Csak néhány a kiállított munkák közül, melyet a Hevesi Sándor Művelődési Központban tár a közönség elé a Csingahegyi Művészműhely. Egy sokoldalú közösség eklektikus tárlatát láthatja a közönség a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Csendesné Dolinai Margit elmúlt évtizedekben végzett tevékenységeire és a Csingahegyi Művészműhely alkotóinak munkásságába enged betekintést a március 10-ig látogatható kiállítás. Jászmotívumos hímzések, szalmafonás, festmények, quilling képek is láthatóak az Ősze András galériában. A pár éve Nagykanizsára költözött Csendesné Dolinai Margit életpályáját bemutató kiállítás egy rendkívül színes életutat mutat meg a szemlélőnek. Az újhelyi Imre Díjas pékmester mintegy 7 éve vesz részt a Csingahegyi Művészműhely életében. Ez a Csingahegyi Művészműhely gyakorlatilag ugye azért itt is formálódik, alakódik. És sajnos az egyik, amit a Jóisten az egyik kezébe elvesz, a másik a Tóni bácsi eltávozott körülünk, a Sarkadi Tóni bácsi, és most a Jóisten úgy gondolta, hogy nem maradjon üres azért a hely, azért egy nagyon ügyes tagot adott számunkra, és ugye nagyon sokat sütünk, és ugye a Margit először ebben kezdett, és most végképp Nagykanizsára települt, és azt mondta, hogy hosszú, változatos pályafutása volt az ország több területén, és most itt Nagykanizsán tanít, és most már harmadik éve velünk van, és akkor egy olyan életpálya bemutatását segítettük meg elő, hogy nem csak az ő munkái, hanem így mondom, felhozó projektben az alkotó műhelynek a többi tagja is bemutatkozik akár megszokott, akár új munkákkal. A Csingahegyi művészekhez kapcsolódok már 7 éve, tulajdonképpen én Nyíregyházáról hazajártam minden évben, mert egyszer Zoli azt mondta nekem, aki vezeti, Tisztél Zoli, a Csingahegyi művészalkotók közösségét, hogy fiam mesélte, hogy anyám ezt is tud csinálni, az anyukám azt is, és egyszer Zoli az a mély, dörmögő hangján megszól, és azt mondta, ha az anyukád ennyi mindent tud, akkor jöjjön el és csinálja meg. És ez így kezdődött. És azóta tényleg minden évben, és akkor mindig azt mondja csak, hogy na, Margit, tervezd meg a következő évet, hogy mi legyen. Csendesné Dolinai Margit életében a pékmesterség mellett mindig nagy szerepet játszottak a kézműves termékek. Az alkotás onnét került az életembe, hogy kicsi lányként édesanyám mellett, mivel ő úri varrónő volt, akkor ezt így nevezték, aki nagyon szépen dolgozott, vagy nagyon míves dolgokat adott ki, azok az úri varrónők voltak. És ő mellette nagyon megtanultam a precíz, pontos munkát, hogy minden öltésnek a helyén kell lenni, tehát az tényleg nem, selejtmunkát nem lehetett kiadni. Tehát ez ott kezdődött nekem valahol. És akkor utána az életem is úgy hozta, hogy a szakmámban is megtaláltam azt a szépséget, ami miatt igazán jó volt csinálni. Hát persze, mikor oda kerültem, hát kislányként, nem gondoltam, hogy zsemlét felgömböljétek, hát mondom, mi a fantázia? Hát abban nincs fantázia. És a végén lett fantázia benne, mikor már jöttek a fonások, minden, és akkor lehetett alkotni, akkor megint előjött belőlem az, hogy alkotni jó dolog, és akkor ez így ment végig a szakmámba is. És akkor közben jöttek, elkezdtem hímezni, akkor a hímzésnél is, akkor jött hát most a legutolsó a festés, ami most eszembe jutott, de azt meg mióta 2 éve kezdtem el festegetni, meg a gilling dolgokat is most kezdtem el csinálni tavaly május óta, akkor mutatta meg itt a Pintér Zsuzsi, és teljesen beleszerelmesedtem, és azóta egyszerűen le se teszem, és csak tekergetem, csak csinálom.
ezek ilyen szinte korszakok voltak. Tehát korszakok, és valamit akkor alkottam. És azt is addig csináltam, tehát a hímzésnél is. Szembe jött velem az a lehetőség, hogy a jászoknak nem volt hímzésük, mint például Kalocsai, vagy tehát nem volt hímzésük. És elkezdtünk ott agyalni egy páran, és azt mondtuk, hogy akkor a jászoknak is legyen hímzése is. Tehát rengeteget dolgoztunk azon, mire hivatalosan elfogadták, hogy akkor ez a szín, a fehér és az adott zöld szín, és tehát addig dolgoztunk, még ki nem alakult, hogy a jászoknál inkább a szűcsök dolgoztak, és a szűcshímzés volt a subákon jellemző, és mi ezt áttettük textíliára. És volt egy nagyon-nagyon-nagyon aranyos szakkörvezetőm, Misi Évi néni, ő 91 éves korában még tanított bennünket, és tehát látta, hogy tehát van hozzá affinitásom, hogy rajzoljak, és egyszerűen megtanított motivumot tervezni. Tehát nem csak az, hogy hímeztem, hanem tervezzek is valamit, mert látta, hogy hajlok arra, hogy megrajzoljak új, és akkor ezekben én lubickoltam, és ezeket élveztem. És megtanultam, és utána a jásznépviselet, ami most ki van állítva, az alatta a papucs, az teljesen önálló. Tehát én terveztem, én hímeztem, és a cipészek nyilván hát ők formázták meg úgy, hogy azból jár, tehát lábon viselhető papucs legyen. Munkáival ragaszkodik a hagyományokhoz, valamint ahhoz, hogy mindig a lehető legjobbat tudja kihozni saját magából. Bármibe fogtam bele, mindent, tehát a középszerű munkával soha nem vagyok megelégedve, tehát mindent addig fokoztam, amíg a lehető legjobbat ki nem tudtam hozni magamból. Mai napig híve vagyok a kézműves termékeknek, ez legyen a szalmafonás, a csuhé, a korongozás, a festés, a pékáru készítése, a kürtös kalács készítése, és hogy mondjam, szóval semmiben sem tudtak elvinni az új dolgok, már olyan értelemben az új dolgok, hogy nem vagyok hajlandó színes, rózsaszín, meg nem tudom, tehát nem vagyok hajlandó egyszerűen olyan terméket készíteni. Tehát, hogyha nekem a kürtös kalács, akkor az kürtös kalács. Az a klasszikus cukorbevonat a rákaramellizálódva a tésztára, és nem, tehát abból se csinálnék se rózsaszínt, se semmit se, tehát valahogy én ragaszkodok a hagyományhoz, minden tekintetben, és bármiről legyen szó, az nekem a hagyományokat jelenti. A tárlaton a Csingahegyi Művészeti Műhely tagjai, Bedi László és Boa Endre fafaragó népi iparművészek, Csávás Csaba és Tislér Zoltán fafaragók, Gyalog Lajos Kovács, Kón Margit hímző és Pintér Ferenc bőrműves is megmutatja munkáit. A közösség összetartását nem csak az évente megrendezett alkotótáborok mutatják, hanem taktársuk, Csendesné Dolinai Margitnak szervezett életpályatárlat is. Amiért nagyon, és ugyan a szívembe markol, mert ugye Kanizsán csak 2 éve élek igazából, és mondjuk ahol 20 évig laktam, 20 évig éltem és alkottam, ott ez nem jött szembe velem, és ez hihetetlen, hogy Kanizsától megkaptam. Jutalomközpont című toszkán-magyar lélektani regénykönyv bemutatója volt hétvégén Zalakaroson. Krichvalvi Anita szerző egy kivetített előadással és olasz ajándékokkal készült az érdeklődőknek. A könyv írója zalakarosi lakos, már több szakmai publikációt és olasz nyelvű cikket írt, szerzői joggal és médiával foglalkozó jogász, emellett turizmus és borgasztronómiai szakértő.
A könyv témája fordulatokban gazdag, s egy szerelmi történeten keresztül hozza közel az olvasóhoz a fejünkben önálló életet élő, s emiatt a legújabb genetikai és neurológiai kutatások fókuszába került jutalomközpont működését és hatását mindennapi érzelmi életünkre. Árulta el Krichfalvi Anita. Itt vagyunk a könyvbemutatón, de szerintem ne a mai napról beszéljünk kicsit, hanem menjünk vissza az időbe. Egy kicsit légy szíves így magadról, menjünk vissza a múltba. Jó, mit kell róla tudni? Krichfalvi Anita vagyok, 25 éve ügyvédkedem, most egy kis szünetet tartottam részben itt az írói ambíciók és egyéb kreatív ötletek okán. Nemrég költöztem Zalakarosra, másfél éve lakom itt, nagyon megszerettem a helyet. Egyébként semmi kötődésem nem volt a Dunántúlhoz, de most már lett. És fél évet pedig Olaszországban vállalkozom, egy turisztikai saját vállalkozást viszek. Gyakorlatilag röviden dióhéjban ennyi. Hogy jött az írásnak az ötlete? Hát az írás az részben ugye szakirodalmat már írtam, és úgy gondoltam, hogyha szerzőjoggal foglalkozó ügyvéd vagyok, akkor ne csak a kulisszák egyik oldalát lássam, hanem egy picit éreztem ezt a motivációt, hogy ha van olyan téma és van olyan kérdés, ami annyira foglalkoztat, akkor szívesen leírom, és így született meg ez a regény, Jutalomközpont címmel. Megvan egyébként az olasz fordítása is, de erre majd még egy kiadót keresek kint. Ugye ez egy olasz-magyar helyszíneken játszódó történet, gyakorlatilag körülbelül fele részben magyar, budapesti helyszínek fele részben Toszkána. Tehát túl azon, hogy talán ez, az olvasók azt mondták, hogy egy izgalmas történet is, egy lélektani regény. Az agy jutalom központjához lyukadunk ki aztán konklúzióba, de vannak vallási, jogi, morális egyéb kérdések is, egy bizonyos, nem lövöm el a poént, hogy milyen történetben. Gyakorlatilag az olasz helyszínek viszik el aztán a sót, illetve ott bontakozik ki úgymond a drámai végkifejlet. Egy önismereti belső utazás végül is annak, aki ezt elolvassa, de szórakoztató és elég sok minden megtud Olaszországról is, ha érdeklik. Esetleg milyen korosztálynak ajánlanád, vagy ki az a réteg, aki... Hát ugye a borító alapján akár még egy gyerekkönyv is lehetne, ugye ez egy róka, a kedves olasz barátom Alessandro Pocaterra tervezte mind a borítót is fotók alapján. Ugye itt ez a San Galgano kolostornak egy fotója. Ugye Volpe az egyik főhőse a regénynek, ami magyarul rókát jelent. Gyakorlatilag ez a szimbólum is végül is a regényben. Tehát úgy tűnhetne, mintha gyerekeknek készülne, de ez nagyon is felnőtt regény több okból is, de ismét nem lövöm le a poént, tehát érdemes elolvasni, hogy miért is. A korosztályt én teljesen a 20 és a 80 közé tenném, tehát úgy gondolom, hogy nincs benne olyan szűk kulturális, vagy akár nyelvi megoldás, ami miatt ezt szűkíteni kéne. Tehát bátran ajánlom bárkinek, akit érdekel az olasz kultúra, a magyar kultúra, a pszichológia, az önismeret, az izgalmas lélektani helyzetek, a pikáns szerelmi történetek, annak bárkinek ajánlom szívesen. Tervek és célok. Erről egy kicsit még légy szíves. Tervek és célok. Van egy inkább játékfilm ötletem, ennek a szinopszisát leírtam. Ez egy történelmi hátterű, Pármai Margit, vagy Habsburg Margit, Pármai Piacenzei hercegnő, akinek egyébként nevelőanyja II. Lajos felesége Mária volt, tehát van egy pici magyar vonatkozása is, és ez egy teljesen mai kontextusba helyezve, lehet, hogy még a zalakarosi fürdő, mint helyszín is megjelenne benne, de nem megyek nagyon előre. Gyakorlatilag ez is egy szerelmi történetek, valószínűleg a poliamória témában is felsejlik, de van egy történelmi vonatkozása, mert Habsburg Margit tulajdonképpen egy olyan női karakter, ugye 5. Károly német-római császárnak a törvénytelen lánya volt ő, aki egy nagy diplomata, és tulajdonképpen egy olyan női karakter volt a történelem során, aki egészen ugye, a német-római császárságon belül, de főleg
valamiért Olaszországhoz nagyon kötődött, és hát a magánéletének is vannak pikáns vonatkozásai. Az a hős, aki, az a főhős, aki ebben a történetben egy történész, csak ő egy kicsit abban a történelmi korban rekedt a tudományos munkája során, és újraéli az ő életét. Tehát ez egy terv. Kreatív oldalon ez, most tavasztól őszig az olaszországi vállalkozások, aztán ősszel ismét hazatérek. Azt lehet tudni, hogy kint mit csinálsz? Én, hát tulajdonképpen a turistáknak adunk ki lakásokat, az Izeói tó partján, gyönyörű helyen egyébként Bergamo-Brescia között. Az még egy érdekesség, ha már kulturális témában beszélgetünk, hogy idén Brescia és Bergamo Olaszország kulturális fővárosai. Tehát rengeteg sok program lesz idén. Nagyon sok múzeum Bressában és Bergamóban is, koncertek, de hát önmagában ez a tóvidék is. Egyébként kiváló pezsgővidék, a Francia Corta szülő hazája, tehát ez egy francia pezsgő eljárás. Megjelenik egyébként itt a Jutalom Központ című regényben is ez a környék is, nem csak Toszkána, tehát a turizmus. Mindazoknak az olvasóknak ajánlja a szerző a könyvet, akik szívesen bepillantást nyernek az olasz és magyar ügyvédek magánjellegű cívódásaiba, kedvelik a fordulatos szerelmi történeteket. A könyv bemutató egy kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol az érdeklődők a könyvvásárlás mellett dedikáltathatták is a regényt. A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó örömmel fogadja be azokat a kulturális rendezvényeket, koncerteket, amelyek a jazz világába repítik a műfaj szerelmeseit. A közelmúltban a Tóth Viktor tercet lépett fel a ház falai között, és okozott felejthetetlen pillanatokat a nagy érdeműnek. A Honvéd Kaszinó nem csupán a jazzt, mint műfajt fogadja be időről időre, de a szervezők igyekeznek különleges, akár kuriózumnak számító együtteseket meghívni. Valóban a Honvéd Kaszinóban nagyon szeretünk jazzkoncerteket szervezni, ennek régi tradíciója van, hiszen körülbelül egy évvel ezelőtt ünnepeltük ennek az épületnek a falai között a Nagykanizsai Jazz Club megalakulásának az 50. évfordulóját, és lám, megint egy újabb nagyszerű formációt várunk ma este. Tóth Viktor tercet nevű zenekara érkezik ma a Honvéd Kaszinóba. Tóth Viktor altszaxofonos, aki számos alkalommal több évben is, több éven keresztül elnyerte az év altszaxofonosa, és az év zeneszerzője díjat is, többek között 2022-ben is ő lett az év dalszerzője, vagy zeneszerzője. Remek Gárda kíséri, gyakran zenélt már a Honvéd Kaszinó színpadán Orbán György, Bőgős. Hát ő annyi formációban játszik, hogy nem is tudjuk követni, hogy tehát a világ élvonalában, illetve a magyar jazz élet szinte minden formációjában ott van Orbán György a bőgőjével. Most hál' Isten nálunk lesz ma este, és Hodek Dávid lesz a dobos, aki épp az előbb láttam a Facebookon egy megosztást, hogy 2008-ban még icipici kisfiúként ült cserfőn a Jazzlanden a doboknál, úgyhogy neki meg ilyen típusú kanizsai vonatkozása is van, vagy kötődése is van.
Mint ahogy azt Halmos Ildikó is elmondta, a formáció tagjai több különböző felállásban is játszanak. A kanizsai közönség pedig szinte régi ismerősként üdvözölhette a színpadon a trió egy tagját. Én Orbán György vagyok, én vagyok a bőgős. Gyakorlatilag a triónak a oszlopos tagja már majdnem, hogy 15 éve. Zenekarvezető Tóth Viktor és a Tercer trióról van szó, aki kiegészíti a Hodek Dávid, aki majdnem, hogy 11 éves kora óta játszik velünk. Gyakorlatilag, hogyha jól tudom, a műfaj A-tól Z-ig képviselitek a műfajt, tehát mire számíthat ma a közönség? Hát nagyon színes zenét játszunk, mert nem csak a jazzről szól, alapvetően jazzzenészek vagyunk, csak a populáris zenétől kezdve a mindenféle népzenével együtt összecsatolva. Magyar népzenétől kezdve a román, a balkán, a páratlan stílusú zené. Szóval itt ez igazából minden, nagyon színes zene lesz a mai este. Hogyha az ember esetleg szeretne egy kicsikét kíváncsiskodni, tudakozódni, akkor nyilván egy olyan kérdést is feltenne, hogy honnan tud a muzsikus meríteni? Hát azért nagyon sok olyan nagy példaképünk van, mert igazából Amerikából erősítsük azt, hogy azt a zenét játsszuk, ami a legközelebb áll hozzánk, hogy sok olyan nagy példakép, mint szaxofonosnak a szaxofonos, mint hogy bőgősnek a legnagyobb bőgősök, vagy a Dávidnak a kedvenc zobosai. Szóval igazából nagyon sok generáció van, aki inspirált minket jazzzenészek, akik többféle stílust játszott, és abból merítettük, és abból raktuk össze a mostani zenénket. És akkor még egy kis laikus kérdést hadd tegyek föl így a beszélgetésünk végén, hiszen tudjuk, hogy több formációban is játszotok. Mi lehet a titka annak, hogyha egy fúzió jól működik? Hát ez úgy van az, hogy igazából pont ez a lényeg, hogy minél több formációban játszom mindenki, mert úgy tudunk hozzárakni a minden egyes zenekarnak a zenéhez, mert mindenki a saját magával hozza azt, amit éppen ányféle formációból, amit magába szívott, ányféle stílus játszik. Szóval mindenki így adja hozzá a koncerten a sajátját, és ezért lesz egy nagyon különleges, mert együtt alkotunk, így lesz az, amivel születik új dolog. Már lehet jegyeket vásárolni az egy hónap múlva kezdődő tavaszi művészeti fesztiválra. A következőkben az idei programsorozatról hallhatnak. A
a helyi kulturális élet szereplői, országos és nemzetközi hírű művészek és együttesek is színesítik Nagykanizsán a tavaszi művészeti fesztivál idei programjait. A március 20-ától április 4-ig tartó eseménysorozaton különböző élményekkel gazdagodhatnak a résztvevők. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, bármilyen nehéz idők is vannak, a kultúrára szükség van, hiszen a kultúra nem csak szórakozás, hanem feladat is. Itt a tavasz, és Nagykanizsán nagyon sok és színes kulturális eseménnyel fog ránk köszönteni, hiszen március 20-a és április 4-e között újra Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál, a Kanizsai Kulturális Központ munkatársainak a szervezésében. Egy picikét visszatekintenék a múltra, hiszen ez nem új keletű, légi patinás már ez a művészeti előadássorozat, hiszen a 90-es évek második felében indult útjára Tavasz a kultúrában, Kultúra a tavaszban elnevezéssel a Hevesi Sándor Művelődési Központ esemény sorozata. Egy ilyen színes tavaszi virágcsokrot kötöttünk a különböző nívós kulturális programokból Nagykanizsán és a város környéken élő kedves látogatók számára, és ez olyan sikeresnek bizonyult, hogy fesztivállá nőtte ki magát. 1998-tól tavaszi zenei fesztivál, majd 2000-től tavaszi művészeti fesztivállá nőtte ki magát, és amint az elnevezéséből is adódik, ez egy összművészeti fesztivál. 8 rendezvényt tartalmaz ebben az évben, és a nívóját az is fémjelzi, hogy 2000 óta tagjai vagyunk a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének ezzel az előadás sorozatunkkal. És hát természetesen a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége mindig támogatja a mi eseménysorozatunkat. Amint egy 2 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény kínálatában ezúttal 8 valamennyi művészeti ágat felvonultató esemény szerepel. Kórus muzsika, jazzzene, gyermekprogram, könnyű zene, színház és pódiumest is szórakozást kínál a majd 2 hét alatt. Március 20-tól április 4-ig tart a Tavaszi Művészeti Fesztivál, ahol minden korosztály megtalálja, ami magának tetszik, tehát kezdve a komoly zenei koncerttel, a gyerekszínházra egy nagyon aranyos kis bábjátékmesés bábjátékkal készülünk nekik, akkor lesz Lávsék, Rezes Judit és Szabó Győző színházi duettje, epigrammal címmel kiállítás nyílik Becskei Andor és Gál Barbara közreműködésével. A Patlás musical, amire nagyon nagy a kereslet, és egy nagyon fantasztikus musical lesz látható, hallható, élvezhető, és Blaha Luziana tavaszi klubkoncert turnéja lesz nálunk hallható és élvezhető, és még kiemelném Mező Misi mesélő című zenés estjét, az viszont már a újonnan kinyílt Megyasszai házban lesz látható, hallható és élvezhető, és azzal zárul a fesztivál. A programok között 2 ingyenes lehetőség is szerepel, a többi előadásra pedig február 20-ától már vásárolhatók a belépők. Az események helyszíne egy kivétellel a Hevesi Sándor Művelődési Központ. A pandémiát követően azt is el kell mondanom, hogy igen nagy öröm számunkra, hogy egy felfokozott érdeklődés övezi valamennyi kulturális programot itt Nagykanizsán, és nem csak itt a Hevesi Sándor Művelődési Központban, amely ugye most a Kanizsai Kulturális Központ egyedül nyitva tartó helyszíne, de a különböző társintézmények szervezésében is, hiszen akár a Túri György Múzeum kiállítás megnyitóira, vagy a Városi Könyvtár eseményeire, de a Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház és a Honvéd kaszinó eseményeire is nagyon sokan ellátogatnak, és én csak azt tudom mondani, hogy ezt a jó szokásokat a kedves közönség tartsa is meg, és látogasson el minél nagyobb létszámban, akár a Kanizsai Kulturális Központba, akár a Voke Kodály Zoltán Művelődési Házba, a Halis István Városi Könyvtárba, a Múzeumba, illetve a Honvéd kaszinóba, hiszen mi, a kultúra szervezői, kulturális események szervezői, küldetésünknek tartjuk, hogy a magyar és az egyetemes kultúra értékeit kínáljuk a kedves látogatók számára. Elhangzott itt a sajtótájékoztatón, hogy a nehéz időkben is fontos a kultúra közvetítés, és ez, ahogy említette, meglátszik az igényeken is. Beszéljünk egy kicsit az anyagiakról is, hogy hogyan és miként állt össze az idei művészeti fesztivál.
Nagykanizsa megyei jogúváros önkormányzata és a már említett Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége mellett a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja az esemény sorozatot, és ezt a 8 szép színvonalas eseményt mintegy 4,5 millió forintos költségvetésből tudtuk megvalósítani, vagy tudjuk megvalósítani, és ezért köszönet ezeknek a szervezeteknek, és természetesen szeretném megköszönni a média képviselőinek, a városi és a országos médiumoknak, hogy hírt adnak a mi eseményünkről, hiszen ez tehát a jóbornak is kell a cégér, és azt gondolom, hogy egy nagy összefogással egy nagyon szép kulturális eseménysorozatot tudunk megvalósítani. A Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál programjairól részleteket a Kanizsai Kulturális Központ honlapján olvashatnak. Figyelmüket megköszönve búcsúzom, ha tehetik, látogassanak el a város kulturális eseményeire. Jó szórakozást! Viszontlátásra!